Elsősorban az összefogás az, amelyet jelképez a polgármesterek bora. Nem utolsó sorban pedig képviseli a történelmi borvidék egyedülállóságát, ebben az esztendőben egy küvé formájában, amely hagyományosan Ács Károly főborász szakmai irányítása mellett készült. 27 éves múltra tekint vissza az a hagyomány, miszerint a Tokaj-hegyaljai települések ősszel összeöntik a saját szőlőjüket, majd ebből elkészül a polgármesterek bora. Ez az időtállóság példaértékű, hangzott el az eseményem. Világon egyedülálló terméket, ezt a Tokaj-hegyaljai polgármesterek borát, most mindannyian tanulni lehetnek, hogy a polgármester kollégák egyenként átveszik. Rettentően büszkék vagyunk arra, hogy ez a 23. Tokaj-hegyaljai polgármesterek bora átadási ceremónia. Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt 23 éve együtt csináljuk, és bízom abban, hogy még nagyon sok éven keresztül ez az esemény le fog zajlani. Hogy ennek a régiónak hihetetlenül fontos szerepe volt a magyar történelemben, és most is, hogyha magunkat és a saját identitásunkat meg akarjuk határozni, és ez egy óriási büszkeség, hogy 2002 óta polgármesterek bora készül, ez szimbolizálja a 27 településnek az együttműködését, és tényleg azt kívánom, hogy minden település tudjon fejlődni, fejlesztéseket végrehajtani, és közben pedig összefogni, mert a legfontosabbak az itt élő emberek és az ő szorgos munkájuk, hiszen annak köszönhető ez a világhírű termék, amit gyakorlatilag évszázadok óta itt elkészítünk. A polgármesterek bora átadó ünnepség egyben a tokai bornapok nyitó eseménye is volt. Az idei palacba zárt nedű, ahogy a korábbi években is, újra Sátoraljaújhelyt is képviseli majd, erről már Dankó Dénes alpolgármester beszélt. Mi vagyunk a legészakibb település, tehát ha szabad így fogalmazni, a túlsó széle a borvidéknek, de azt gondolom, hogy az elmúlt évek beruházási törekvései, fejlesztési elképzelései is mind-mind abban az irányba hatottak, hogy ennek a 27 településnek együtt kell működni azért, hogy rendben legyen a borvidéknek a dolga. És talán szabad azzal a példával élnem, hogy szimbolikus hatása lehet annak, hogy hamarosan átadásra kerül Sátoraljaújhelyen a bortemplom, hiszen a borvidéknek egy ikonikus épülete volt annak idején, funkciókkal megtöltve. Ma már sajnos teljes egészében azokat a funkciókat nem fogja tudni ellátni, amelyeket a 1900-as évek elején ellátott, vagy el kellett, hogy lásson, de egy nagyszerű, szimbolikus épület lehet olyan szempontból is, hogy a települések remélem szerint úgy fognak tekinteni erre az építményre, ami nem csak Sátoraljaújhelyi, hanem mind a 27 tokaj-hegyai település. A tokai programsorozat egyben betekintést adott az érdeklődők számára a borvidék borászati sajátosságaiba.